reggeli ébresztő műsora a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hámori Máté, igen, ő stúdiónk vendége. Egy művészeti vezető, egy karmester. Na most megnézzük, hogy ő dirigál-e minket, vagy mi őt. Ágnes, mit szólsz ahhoz, hogy vannak olyan fiatal zenészek, akik egy fiatal karmesternek a keze szerint pattognak? Ez nem kor kérdése. Szép jó reggelt. Jó reggelt. Igazából arra gondoltam, hogy magázódni fogunk, de most megpróbálunk letegezni téged, mert úgy könnyebb lesz. Az Oviba döntötted el, hogy egyszerre legalább 50 embernek fogsz dirigálni, vagy hogy kezdődött ez? Nem, még az anyamékbe döntöttem el, de ez csak később realizálódott, amikor elkezdtem ilyen kínai pálcikával vezényelni a CD lejátszónak 6 évesen. De akkor még nem döntöttem azért el, de az az első ilyen sztori ezzel kapcsolatban. Mik az első zenei élményed, azon kívül, hogy amikor édesanyád terhes volt, ő már biztos zenét hallgatott, hogy már kezdjél hozzászokni? Hát pont 6 évesen elvittek a Zeneakadémiára a szüleim, méghozzá a Mozart Requiemre, ami nyilvánvalóan remek választás egy 6 éves számára. De valamilyen oknál fogva nekem ez most az, tuti? Ez esküszöm, ez így és volt. Tudtál viselkedni? Hát ezek szerint igen, nem utasítottak ki örök időkre a Zeneakadémiáról, mert még mindig beengednek. Nagyon, valahogy az úgy megfogott, és aztán utána kezdtem meg. És zenészek a szüleid? Nem, abszolút nem zenészek. Az édesapám ő zongorázik, de autodidakta módon. Úgyhogy én őt is utánoztam azért gyerekkoromban, amikor elkezdtem zongorázgatni. De nincs nagyon zenészek. A hibáit próbáltad lezongorázni? Hibáit próbáltam lezongorázni. Ő nagyon érdekes, mert úgy zongorázik, hogy így rátette a kezét a zongorára, és az úgy megszólalt, és az úgy jó volt. És akkor vannak ilyen ős tehetségek, és aztán így maradt. Hát nekem azért többet kellett tanulnom, hogy eljussak erre a szintre, de... És akkor zongorázik? Igen, zongorázom, és az volt az első hangszerem igazából, aztán tanultam még egy-két hangszert nagyon amatőr szinten, meg énekelni is tanultam, de ez már akkor volt, mikor tudtam, hogy karmester leszek. Hol végezted a tanulmányaidat? Hát jártam ugye a középiskola után a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolába, ott zeneszerzést tanultam, és aztán a Zeneakadémiára jártam itt Budapesten 5 hosszú éven keresztül, ott meg már karmesterképzőre, mert van ilyen a Zeneakadémián, ahol kimondott karmestereket képeznek, nem indul minden évben, meg nincsenek annyira sokan, de akkor éppen indult, amikor 18 voltam. Kötelező kérdés, hogy született saját zenekar? Hát az első saját zenekart azt én alapítottam, mert az a legegyszerűbb, hogy karmester ugye azért egy nagyon elveszett zenész, mert nincs hangszere neki, nagyon szeretne, de nincs, és nem is annak neki, amikor még ilyen nagyon kezdő. Úgyhogy én 18 évesen alakítottam egy saját zenekart, szépen fölhívtam 200 embert, akiből 180-at nem ismertem egyáltalán, azzal a szöveggel, hogy szeretne ingyen és bérmentve az én nem létező zenekaromba játszani. Most ebből az lett, hogy az első próbán voltak ketten, egy fuvolista meg egy hegedűs, de azért megtartottuk a próbát, és szépen lassan sikerült összehoznom egy zenekart, és aztán bérleti sorozatunk is volt, úgyhogy 3 éven keresztül csináltam ezt a dolgot, de egy idő után azért fizetni kellett a zenészeknek, és amikor eladtam az autómat, ami amúgy sem volt egy túl értékes autó, azért, hogy kifizessek egy koncertet, akkor utána tudtam, hogy most ebbe a formába abba kell hagyni. És aztán folytattam a pályámat, mindenfele dolgoztam, vidéken tanítottam egyetemen Debrecenben, meg hát igyekeztem, küzdöttem, és aztán úgy alakult, hogy 2013-ban az Operaházba debütáltam, illetve az Erkel Színházba, és akkor az Óbudai Danubia zenekar ült az árokban. Mivel debütáltál? A Hunyadi Lászlóval. Hoppá, szeretjük, igen. Én is szeretem. És mi történt, hogy az Operaház azt mondta, hogy na, itt van ez a kopasz fiatalember, ez a dúshajú fiatalember. Akkor még dúsabb volt a hajam, igen. Akkor már nős voltál? Hát akkor még nős voltam, mondjuk így, igen. Akkor még az első házasságomban nős voltam, most már második házasságomban. Itt csak rápróbáltam világítani. Igen. Világítani arra, hogy dinamikus vagy, mindent ére. Gyermekeid száma? 2 gyermekem van. Akkor most visszamegyünk az árokba. Igen. És ők küldtek hogy a választott? Nem a gyermekeim, hanem nem, a Danubia zenekar. Hogy igen. Választottak ki téged arra, hogy te vezényelj az Erkelbe, illetve az Operába? Hát nem tudom, ezt tőlük kéne megkérdezni. Akkor már azért vezényeltem néhány zenekart, illetve volt egy pár olyan nagyobb megmozdulásom.
És akkoriban a vezetés keresett fiatal karmestereket. Ez egy olyan sorozat volt, amiből nagyon sok előadás volt, és több fiatalt is kipróbáltak. És aztán szerencsére... Jó voltál és győztél. Szerencsére úgy nézett ki, hogy... Akkor hány éves voltál? Akkor 30. Nagyon jó. Mindjárt a Jézusi korhoz kerülünk. Hogy lett meg a mostani zenekarod? Ők voltak az árokban, és meglátni, és megszeretni? Ők voltak az árokban, hát körülbelül, és aztán... És te kihúztad őket az árokban? Hát szó szerint majdnem. És akkor megkeresett a vezetőjük, hogy nem vállalnám el a zenekarnak egy kicsit az újraindítását, mert akkor éppen egy ilyen útkeresésben volt ez az Óbudai Danubia zenekar. Elvállaltam, és most már a negyedik éve próbálok egy új fazont szabni ennek az együttesnek. Hány tagja van az együttesnek? 50-en vannak nagyjából állásban, de vannak koncertek, ahol akár 80-an is játszunk, ez attól függ, hogy mekkora műsort kell. Máté, azt most mondta. Azért tegezlek le téged, mert a most következő kérdés egy nagyon nehéz kérdés. Milyen érzés úgy lefeküdni, aludni, meg reggel fölkelni, hogy ennek az 50 embernek csak a járulékait, meg a fizetését, akik tőled függenek, megteremteni? Ez rettenetes érzés. Az a szerencsés helyzet, hogy ebben van egy tettes társam, aki tulajdonképpen ennek a fő részét viszi, az ügyvezető igazgatója Ács Péter ennek a zenekarnak. Ő az, akinek gyomorgörcsei vannak leginkább a járulék miatt. Én azzal kecsegtetem magamat, hogy én a művészeti kérdésekért felelek. De azért ez nem teljesen így van. Mert... Jó, ezt akartam az előbb kérdezni egyébként, hogy egy művészeti vezetőnek a mai világban elég-e, hogyha dirigál, vagy pénzt is kell szerezni? Muszáj pénzt szerezni, illetve muszáj nagyon jó viszonyt ápolni a fenntartókkal. Nekünk két fenntartónk van, az Óbudai Önkormányzat az egyik, a másik pedig az EMMI, a minisztérium. Nem mondom, hogy mindig könnyű a helyzet, mert akkor könnyű a helyzet, hogyha tudunk kommunikálni, megvannak a kommunikációs csatornák. Ez nem mindig van meg, tehát mondjuk azt mondanám, hogy a minisztériummal egyre nehezebb a kommunikáció, illetve egyáltalán megtalálni, hogy milyen úton, módon kommunikáljunk, mert ezt szinte senki nem tudja. Úgyhogy nem is tudjuk előadni a kérésünket, vagy a problémáinkat. Ezzel együtt nem akarok nagyon panaszkodni, mert viszont az önkormányzat az nagyon aktívan figyeli a mi szerepvállalásunkat. Ma is lesz egy önkormányzati újévi koncertünk este, és itt a polgármester nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert nagyon szereti a zenekarunkat. Karmester úr, lassuljunk le. Ma már január 12-e van. Ezek az újévi koncertek, ezek egészen decemberig? Persze, vagy... decembertől januárig. Hát ez van, ugye nem csak elsején van, amikor... Kik a közönségetek? Az óbudai lakók, vagy már van fanklubotok is? Úgy általában? Aha. Nem kimondottan óbudaiak csak, mert leginkább a Zeneakadémián játszunk, ott van bérletsorozatunk, meg a Budapest Music Centerben. Úgyhogy van fanklubunk is, bérleteseink, akik visszajárnak, meg akik nagyon szorosan követnek minket, de az óbudaiaknak is külön csinálunk programokat természetesen, hiszen az otthonunk. Nekem van egy... repertoár? A repertoárunk elég széles, hál' Istennek, van most egy futó Bach sorozatunk például a BMC-ben, az talán a legkorábbi, de rendszeresen rendelünk meg új műveket is, tehát a kettő közt pedig szinte minden, de leginkább... Nem semmi, hogy van egy zenekar, amelyik új műveket... Tehát rendel. Akkor azt akarod mondani, hogy jól értem, hogy kortárs zenét is előadtok? Hogyne, sőt, ezen a BMC-s sorozaton rendszeresen rendelek meg új műveket, minden egyes. Mondjuk például képzeljük, hogy van egy Vivaldi sorozat, 3 koncertből áll, eljátsszuk a népszerű Vivaldiakat, de vannak új művek, amik valahogy Vivaldihoz kapcsolódnak, amit direkt mi rendelünk meg. Tehát igyekszünk a kortársat is úgy becsempészni. Ha most egy elméleti telefonon például fölhívnám Fischer Ivánt, akit nagyon nagyra becsülök, és azt mondnám neki, hogy kedves Iván, stúdiónk vendége Hámori Máté karmester, ő elmosolyodna és valami pozitívat mondana a munkásságodról? Fogalmam sincs, hogy mennyit tud a munkásságomról az Iván. Azért egy külön intézmény a magyar zenei életem belül, illetve annyira szerintem nem tartja nagyon szorosan rajta a kezét az ütőerén a dolgoknak, de hát nem is szorul rá, mert azért az ő dolgaiból elég sok példát lehet meríteni szerintem annak, aki mondjuk kezdi ezt a pályát. Tehát a kérdés az volt, hogy lesz-e belőled Hámori Máté olyan nagy hírű és tehetséges karmester, mint Fischer Iván. Sajnos nekem nincs meg az eszközöm, ugyan szoktam zenei kritikákat írni, hogy lesz-e olyan nagy kaliber, mert fiatal korodban kezdted úgy, mint ő, és nekem úgy tűnik, hogy dinamikusabb vagy, mint általában a dinamit.
nem tudom, hogy a tehetségemet már nem tudom összeszedni, azt már megkaptam valamikor, annál több nem lesz. Tehát már középszerű nem leszel. Hát én bízom benne, hogy nem, legalábbis nem érzem magamat annak. Hogy a Fischer Ivánhoz képest hol fogok elhelyezkedni, hát ott Hámori Mátéként valahol teljesen máshol. De az biztos, hogy nagy terveim vannak, és nagy ambícióim ezzel az egész műfajjal kapcsolatban, úgyhogy remélem, hogy ez majd kifele is látszódni fog. Hogy lehet ma ebbe? A tervei, azok nagyon érdekelnek, de hogy lehet? Megszakítalak. Képzeld el, tegnap beszélgetem, van egy egész fanklub, aki bekopog, becsönget, bejön a televízióba, ezek általában olyan 40-től 95 éves nénik, bácsik, akik jaj, Péterkém, hát itt a maga televízia, milyen jó, hogy maguk vannak, és akkor beülnek, és természetesen erő, idő, minden nekik, és azt mondtam, hogy műsorunk vendége lesz Hámori Máté. Tudod, miket mondtak? Ja, az a cuki gyerek, annyira jó dolgokat tud, és hogy vezényel, na most hol sikerült összeszedni ennyi rajongót? Azért mondtam, hogy fenklub, mert ahogy az Iváné rajongnak, ilyet én még nem láttam, hogy élő, fiatal és idősebb korosztály ennyire egyaránt. Na, nem akarok neked kedvezni, tehát azért majd, hogyha rossz leszel, azért ha Ágival hallunk, akkor elmondjuk, de ezek szerint valami kisugárzásod neked is, meg a zenekarnak is van. Miért mennek ennyien utánatok? Hát én abba bízom, hogy azzal kecsegtetem magam, hogy azok az új dolgok, amiket kitaláltunk, és ebben egyébként van az Ivánnal, hát most nyilván nem fogom magamat a fesztivál zenekar sikertörténetéhez hasonlítani, de mégis csak. Lehet, hogy majd túl is szárnyalod. Reméljük. De vannak hasonlóságok, mert például kitaláltunk olyanokat, hogy a mostani sorozatunkban, ami a Zeneakadémián fut, az egész egy ilyen tematikára van fölfuttatva. Van egy vers mindig, amit az elején egy neves színművész, most például egy Keresztes Tamás, meg Jordán Tamás lesz a következő, aki elmondja a József Attila verset, és az egész műsor a köré van. Nagyon nagy. Igen, a köré van építve, a köré a vers köré, és mindig van egy picit a zenén túlmutató háttér. Ez egy ilyen műfajok ötvözése. Igen, egy picit műfajok ötvözése, akkor egy csomó újszerű, ez a BMC sorozat is új, mert itt nem csak eljátsszuk a zenéket, hanem van egy ilyen folyamatos interaktív előadás is, amiben az előadó Eckhardt Gábor kicsit bevonja a közönséget, és úgy is van összerakva, hogy van vetítés, vannak sztorizgatások, van, amikor egy kicsi ilyen szerepjátékos dolgok is vannak, sőt volt olyan, hogy pezsgőzés volt a koncerten, tehát ilyen körasztalok körül ültek az emberek, és azt játszottuk, hogy mi most egy bálba vagyunk, egy Mendelssohni bálba, és ott játszott a zenekar. Tehát jó, ezek nem olyan egetverő dolgok, de szép lassan azért, mert a közönségnek se lehet hirtelen mindent lenyomni a torkán, hanem szép lassan. Ági, mennyire ezek kell, hogy a politikának ők lefeküdjenek ahhoz, hogy ezt fel nem tudják kell, tartani? Nem kell, itt fel ők kell éleszteni. Lapátra velük? Nem, ők zenészek, fel kell éleszteni korábbi magyar hagyományokat. Például ugye, amikor én gyerek voltam, akkor a Zeneakadémián a gyerekeknek volt olyan koncert és olyan oktatás, mint amit annak idején a Leonard Bernstein csinált, tehát nagyon, ez se Lukin új. Lukin László volt akkoriban, igen. Mi is hallgattunk úgy Händel Messiást, hogy gyertyával álltunk és álltunk, amikor a Halleluja ment. Tehát ezek Magyarországon is létező hagyományok voltak. Évtizedek maradtak ki, hogyha a zenekar ezt vállalja, akkor fantasztikus. De engem az érdekel, hogy tud fiatalokat behozni, hogy veszi ahhoz a bátorságot, mert azért ez bátorság kell, hogy kiválasszon fiatalon. A Danubi zenekar egy tradicionális zenekar. Igen, de hogy fiatal karmesterként fiatalok műveit válogassa, és azt mondja, hogy ezt előadom, azt nem. Azért ez egy nagyon nagy felelősség. Hát igen, de nálam sokkal fiatalabbak, sokkal nagyobb felelősséget vállaltak a történelem folyamán a magukra. Hát csak Mahlerre gondolunk, aki szintén karmesterként ott élethalál ura volt, például az Magyar Opera Házban is, és azon túl, hogy a saját műveit propagálta, rengeteg új művet. Igen, csak aztán itt marad ki, mit tudom én, egy évszázad. Persze, de hát amikor az ember olyan helyzetbe jut, hogy döntenie kell, akkor a legrosszabb döntés, amit hozhat, hogy nem dönt. Tehát akkor el kell tanulni dönteni. Vagy így, vagy úgy. És lehet arra pénzt szerezni, hogy kérem szépen, én csinálok egy Bach koncertet, de Bach köré
a Bachot újra gondoló fiatalok műveit is előadom. Hát ki kell, hogy ábrándítsam, mert a pénzosztókat legcsekélyebb mértékben sem érdekli, hogy én milyen műveket tűzök műsorra. Ez az tényleg az nem. Az érdekli őket, Wagner hogy el lehet-e adni a házat, vagy nem? Nem. Tulajdonképpen jó is és rossz is a pénzosztási rendszerben, hogy a tartalmat egyáltalán nem vizsgálják. Azért mondom, hogy jó is, meg rossz is, mert jó is, mert ez egyfajta elfogulatlanságnak nem értenek hozzá. Így van. Ez egyfajta elfogulatlanságnak a kereteit fenntartja. Másfelől nem jó, mert például én azt gondolom, hogy én jobb műsorokat csinálok, teltházakat csinálok, jobb koncerteket csinálok sok erőfeszítés árán, mint mondjuk más zenekar, aki ugyanannyi pénzt kap. Vagy többet kap, mert hogy tavaly is többet kapott, hát nem tudom, hogy mi van, akkor kapjanak ugyanannyit, mert abszolút fogalmam sincs, hogy ezt eszik-e vagy isszák. Tehát nincs egy szakmai felügyelet ilyen szempontból. Most őszintén nem tudom, hogy kívánjam-e, hogy legyen szakmai felügyelet, vagy nem, mert egy kicsit tartok tőle, hogyha van egy ilyen tartalmi, befolyás, akkor az lehet, hogy egy másik nem olyan jó irányba viszi el a dolgokat, szóval nem tudom, mit kívánjak, ügyeskedni kell. Máté, az utódaid mennyire értenek a zenéhez? Az én utódaim? Hát most már a kislányom elkezdett egész tisztán énekelni, ami már egy hatalmas haladás. A fiam az énekel hangosan és teljesen falsul, úgyhogy ő szerintem nem lesz zenei megérintett. 7 és 5. Azt mondd meg nekem, hogy például Nabucco, szabadságindulója, mennyire népszerű a mai közönség előtt? Abszolút. Most nem is olyan régen dirigáltam a Nabucco nyitányt, és abban benne van ugye a szabadságkórus dallama, és az abszolút, ezek a beégnek úgy ilyen történelmi tudatba ezek a dallamok. És ez kitörölhetetlen, szóval valahogy ott marad. És a kortárzenészek mi kell ahhoz, hogy beégjenek ugyanúgy az én fülembe, hisz most arról beszéltünk, hogy Nabucco szabadság indulója, a bal fülembe éppen héberül harsog, a jobba hasonlítom a magyar részhez, nagyon sokat használom a rádióban is, ahol egy műsorom van, de mi kell ahhoz, hogy egy kortárs így be tudjon égni? Szerintem ennek kettő dolog számít. Az egyik az, hogy ez egy nagyon dallamos dolog, és az ember úgy van kitalálva, hogy az ilyen típusú dalolható dallamokat könnyebben megjegyzi, ami a mai kortárs zenére nem mindig jellemző. Tehát lehet, hogy egy bizonyos típusú kortárs zene sose lesz erre képes. Másik... Te tanultál zenét szerezni, tehát hogyha valamit csinálok, akkor olyat szeretnék csinálni, ami mindenki szeressen és megmaradjon a fülébe. Hát nem biztos, hogy ezt gondolják a zeneszerzők egyébként. Sokak újat akarnak teljesen csinálni, ami egyébként lehetetlen szerintem, mert tulajdonképpen már minden volt egyszer legalább. Szerintem az a lényeg a zeneszerzésben, hogy hiteles legyen önmagában. Akkor te is egy reinkarnáció vagy? Nem, ugyan a zsidóságban nincs reinkarnáció, de... Nem teljesen ugyanaz vagyok, tehát hogy nyilván amit az ember csinál, az a lényeg, hogy hiteles legyen tőle, attól az embertől. Lehet valaki úgy Mozart stílusában komponálhat egy mostani szerző, ha az hiteles, amit ő csinál, és valahogy én elhiszem színpadon, és működhet. Van például egy 11 éves kislány, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, aki most írt egy operát, igen, és bemutatták, és az teljesen ilyen Schubert, Mozart stílusban van megírva, de valahogy a kislány teljesen egyben van azzal, amit csinál, és én elhiszem neki, és én meghallgatnám azt az operát, és nem azt mondanám rá, hogy ó, hát ez már volt, hanem azt mondom, hogy ez a kislány ezzel a zenével újra gondolta. A zenekaroknak a tagjai hogy fogadják a te nyitottságodat a kortárs zenére? Hát kénytelenek fogadni, de egyre jobban. Egyre jobban. Ez a zenekar nem játszott sok kortárs zenét régen. Mostanában például az Ötvös Péter kurzusán is mi közreműködtünk, ahol Kurtág meg Lachenmann meg tényleg elég kemény dolgokat kellett játszani, és a kezdeti megijedés után aztán azt mondom, hogy most már profilálnak a kortárs zenéhez is. Hogy megy az utánpótlás? Hogy veszik zenész? A fiatalokat, igen. A szakmai utánpótlás az nem annyira fényes egyértelműen. Lehet, hogy rossz a képzés? Hát nem annyira jó, én azt látom. Én csak ugye a befogadó, a munkáltató oldalról látom, hogy milyen fiatalok jönnek. Vannak bizonyos hangszerek, ahol mindig jók, és mindig erősek a rezeseknél, kürtnél, trombitánál, ütőnél. Mi a gyenge? A vonós képzés az nagyon gyenge, vonós, és a fafúvós képzésnek bizonyos részei elég. És ennek mi az oka? Az előtt a Bartókon, ha jól emlékszem, a vonós képzés nagyon erős volt. Ez így van.
Fogalmam sincs, mi az oka, nem akarok belemenni, mert ehhez tényleg nem értek. Vagy... Lehet, hogy elmentek azok a tanárok, és az is lehet, hogy a diákok mentek kurzusok. El. Lehet, hogy a tanárok mentek el, lehet, hogy külföldre mentek dolgozni. Hát ezt mondom, hogy nevesebb kurzusokat tartanak több pénzért, mert tényleg a Bartókon híres volt. Mert szerintem a probléma régebben van, szerintem a zeneiskolai és az általános iskolai oktatásban vannak nagyon nagy gondok. Tehát az például, hogy az általános iskolában... Egy Kodály országában azt akarod nekem mondani? Hol vagyunk már attól? Igen. Hol vagyunk már attól? Ezek legendák. Nem, ezek tényleg legendák. Sajnos én most látom, hogy a zenei oktatásban mi megy. Még a saját tapasztalatom is az volt, hogy rettenetes, sőt beadtam még annak idején egy ilyen az iskola igazgatójának egy ilyen papírt, hogy kéne megreformálni a zenei oktatást, mert nem voltam hajlandó megcsinálni azt, amit a zenetanár ránk oktroját hülyeségeket. Tehát hülyeségeket tanítanak, és teljesen elveszik most a fiamnak, aki elsős most az iskolában, azt mondja, hogy nem szereti az énekórát, és hogy unja, és hogy nem. Hát most hogy lehet egy 7 éves gyereknek az, hogy már ne szeresse a zenét? Most de annak idején játékosan tanult. Én boldogan megadom a miniszternek a telefonszámát, aki egy rendes, tisztességes teológus, és nyitott az oktatásra és a reformokra is. Talán el kéne neki mondani, hogy hibázik valami, és kár lenne tönkretenni a gyerekeket. Ez így van, de ez úgy kéne elmondani, hogy ha már itt tartunk, hogy le kell rakni egy konkrétat, mert azt ugye könnyen el lehet mondani, hogy ez nem jó, de az, hogy mit kéne helyette csinálni, és nekem ez azért egy hosszú távú tervem, hogy azon túl, hogy a zeneakadémiában szép koncerteket adjunk, a legfontosabb az a gyerekek, és az, hogy a fiatalok a zenét megszeressék, és ehhez egy programra van szükség, teljes szemléletváltásra van szükség. Na, mégiscsak Fischer Iván szólalt belőled. Kedves nézőim, az elmúlt percekben Hámori Máté, az Óbudai Danubius zenekar művészeti vezetője és karmestere volt vendégünk. Órákat tudnénk még vele beszélni, így Ágival kettesbe, meg hármasba. Itt volt, egy taktust le nem vezényelt, úgy látszik reggelenként lusta, zenét nem hozott magával. Egy koncertsorozata van neki, majd megpróbálunk belehallgatni, vagy megtisztel minket, és legközelebb hoz magával valami zenét, valami appetizert, amit mi nem hirdetésnek veszünk, hanem leadunk, hogy jé, így tud ő kinézni, amikor egy egész seregnek dirigál, minden esetre szereplése legalábbis a Breuer érték szerint a keleténél pozitívabb volt, úgyhogy visszavárjuk. Tartsanak továbbra is velünk, elbúcsúzunk tőle, és jövünk vissza Ágival egy lapszemlével. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm.